Zárt utcai kukából mentettek meg egy kiskutyát, valaki bedobta, hogy megszabaduljon tőle. A kukásautó sofőrje hallotta meg, hogy keservesen nyűszít, mert már ellepte a szemét, levegőt alig kapott, sőt, már ki is volt száradva, amikor megtalálták. A kollégák az illegális hulladék összegyűjtése közben vették észre, hogy valami mozog a kukában, és hangokat hallottak, és amikor kinyitották a kukát, akkor döbbentek meg, hogy egy kiskutya nyűszít. Az elmúlt napok meleg időjárásában bármikor meghalhatott volna a szegény kis jószág. Teljesen megdöbbentünk, ez a fajta kutyákkal való bánásmód mindenképpen elítélendő. Sajnos időszakonként előfordul, kisállatokat mindenképpen bizonyos társadalmi réteg úgy gondolja, hogy legegyszerűbb a kukák mellé, illetve a kukákba kidobni. Találtunk már kismacskát, illetve kiskutyát nem egyszer. Bevittük a szolnoki állatotthonba, ahol szerető kezek közé tettük. Hála Istennek most már kiskutya jól van, és a gazdásítási folyamata elkezdődött. Reméljük, hogy most előbb-utóbb egy családhoz ki tudjuk tudni ajánlani. A városban egy komoly szemletformálási folyamatot indítottunk el. Rendszeresen látogatjuk az óvodákat, iskolákat, de nagyon fontos, hogy a szlömös területeken a csipesítés, illetve az ivartalanítási programot mi hamarabb el tudjuk kezdeni. Azonnal a helyi állatotthonba vitték, ahol infúziót és folyadékpótlást kapott. A tegnapi nap folyamán az NHS dolgozói találták itt Szolnokon egy fedett szeméttárolóba ezt a kis kutyát, aki sokkos állapotba kiszáradva került be hozzánk. Ők hozták be ide az állatotthonba. Behozták, mi azonnal átvettük, értesítettük az orvost, aki pár órán belül ki is jött, és infúziót és folyadékpótlást kapott a kutyus, másra egyelőre nincsen szüksége. Pont itt van 4 ilyen kis kutyánk, akik ugyanúgy a szemétdombon voltak, kidobva, körülbelül 1-2 hónaposak lehettek, ott értesítettek bennünket, kimentünk, elhoztuk őket, ők demodexesek, nem volt szőrük, és őket is elláttuk. Sikerült megmenteni az életét. Figyelik az állapotát, és hamarosan örökbe lehet majd fogadni. Egy zárt szeméttárolóba volt beletéve, a szemét közé. Hát ebben a hőségben pár órán belül meg is fulladhatott volna. Vagy a kiszáradás már ennek az előjele volt. Nagyon-nagyon sírt, valószínűleg akkor szakíthatták ki a anyukája és a testvérei mellől. Nagyon-nagyon ki volt száradva, ez a bőrén is nagyon látszott.